Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy villámhír október 25-ére. Ezen a napon újhold van és nap finsternis, ami Közép-Európában látható, úgy körülbelül 11 óra 50 perc körül. Ez a finsternis azt jelenti, hogy itt vannak kármikus témák, ezúttal a múltról van szó, és az érzelmekről. Egy finsternis mindig akkor van, amikor egy új hold vagy egy teli hold eléri a kármikus csomót. Van két kármikus csomó, a lefele mozgó kármikus csomó kétu, utal a múltra, utal az érzelmekre, pontosan ezt éljük most át ezen a napon. A másik irány a felfele mozgó kármikus csomó Rahu, ami jelent egy új kezdetet, egy új irányt. De mint mondtam, ezúttal a lefele mozgó kármikus csomó kétu hat, tehát itt a múltról és érzelmekről van szó. Egy új hold azt jelenti, légy visszahúzódó. Tekints befele. Gondolkodj el bizonyos dolgok felett, vagy meditálj valami felett. Legyenek elképzelések. Ez az új hold, és ez a nap finsternis az indiai asztrológia szerint, eszerint a számítás szerint a mérleg jegyében van, és aktiválja a témákat, ami a mérleg jegyéhez tartozik. Az igazság, a béke, a harmónia és a szerelem. Ezt kellene megerősíteni, legyen meg ez a hit, hogy minden jóra fordul a szerelmi élet területén, és ami a politikai eseményeket is illeti, hiszen a mérleg jegye jelenti a békét is. Jupiter bolygó, az a szerencse bolygója. Természetesen vannak Jupiter bolygó hatása alatt lehetőségek. Jupiter bolygó jelenti az igazságot is, vagy mutatja az igazságtalanságokat. Ez lehet egy bírósági ügy, vagy egy bizonyos helyzet, amit igazságtalannak látsz. Az elmúlt napokban ez érintett bennünket. Kiváltott nálunk bizonytalanságokat, de most, így az új hold idején vagy, ha elmúlt ez az új hold, mert a hold eltávolodik a naptól, és lezáródik ez a nap finsternis, akkor biztos lehetsz abban, hogy le tudsz zárni bizonyos dolgokat, magad után hagyod azt, amit eddig igazságtalannak láttál, vagy ami megbántott téged. Ez az új hold, és ez a nap finsternis spéka csillag hatása alatt van. A spéka csillag az jelenti a buzavirágot, a buzatermést, hiszen spéka csillag az még a szűz jegyéhez tartozik, de a határon hat a szűz jegye és a mérleg jegye között, tehát kihat erre az új holdra, és ez a buzavirág a szűznek, ennek a hölgynek a kezében van, és ez termést hoz. Más szóval ezt úgy tudnám elmagyarázni, várd meg, amíg ez az új hold elmúlt, várd meg, amíg ez a nap finsternis elmúlt, és utána legyen egy új kezdet, ahogy te ezt elképzeled. És ez a buza termés azt jelenti, ha
ezen a napon, tehát újhold után indítasz valamit, akkor az termést hoz számodra. Különösen kihat a párkapcsolatra, hiszen az újhold közelében van Vénusz bolygó, a mérleg jegyében, és Vénusz bolygó nagyon jól érzi magát a mérleg jegyében, hiszen uralkodik a mérleg jegye felett, tehát Vénusz bolygó erős, Vénusz bolygó otthon érzi magát. És kihat ránk hölgyre, persze kihat a szerelemre is. És mivel ott van a közelben, ennél az új holdnál, természetesen ez áll a középpontban, amit itt ezen a képen is szerettem volna mutatni, hiszen lesz közeledés azon kívül, Merkur bolygó a határon van, elbúcsúzik a szűz jegyétől, áttér a mérleg jegyébe, és az azt jelenti, egy jó hír közeledik hozzád. És most mutatok egy másik képet. Ayurveda az tulajdonképpen az életnek a bölcsessége. Itt tanulhatunk valamit. Itt van három irány, három energiai mező. Vata, Pitta und Kapha dósa. És ha megtekintem a napi horoszkópot október 25-ére, a személyes bolygókig, tehát Szaturnusz bolygóig, akkor a következőt tudom elmondani. A tűz elemében nincs bolygó. Kicsit hiányzik a tűz eleme. A bátorság, a lelkesedés, a szenvedélyek. A Föld elemében van Merkur bolygó és Szaturnusz bolygó. Ez jelenti a biztonság érzetét, gyakran utal anyagiakra. A víz elemében van Jupiter bolygó, és a Föld eleme, és a víz eleme az a Kapha dósa, tehát a Kapha energia mező, ami jelenti a biztonság érzetét, valamit kiépíthetünk, de jelentheti azt is, hogy kevés a mozgás, nem tudunk bizonyos dolgokat vagy kapcsolatokat elengedni. A levegő elemében van Mars bolygó, Vénusz bolygó, a Nap, a Hold, és hamarosan jön ehhez Merkur bolygó is. A levegő eleme az vata dósa, ami utal a mozgásra, a könnyűségre. És mivel Mars-Vénusz itt van, ez kihat a szerelemre. És a levegő eleménél gyakran kommunikációról van szó. És ha Merkur bolygó elbúcsúzott a szűz jegyétől, és a mérleg jegyében van, akkor itt érezhető a könnyűség, a levegő eleme, kihat a párkapcsolatra. Ez lehet egy jó hír vagy találkozás, és megvan a lehetőség arra, hogy nyíltan beszéljetek tervekről vagy érzelmekről. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!